kollégámnak egészen egyszerűen szemet szúrt az a mostanában egyre inkább terjedő jelenség, miszerint szerelmes párok folyamatosan erotikus, méghozzá profi erotikus képsorozatokat készítetnek magukról. Ennek lélektanát kerekedett felkutatni, miközben kiderült, a szingli bombázók is szívesen pózolnak, olykor vadidegen férfiakkal. A pillantások tüzesek, az érintések pedig forróak. Ezeken a képeken szinte lángra lobbannak az érzelmek. A buján pózoló szerelmesek Valentin napra kedveskedtek egymásnak egy pikáns fotósorozattal. Tartósabb is, mint a virág. És esetleg majd mutogathatjuk az unokáinknak, hogy nézzétek, így néztek ki. Alexandrát és Norbit az Összeesküvők című műsorban láthatták. A műsorban még másfelé kacsingattak a szerelmesek. Sokak meglepetésére a kiesésük után jöttek össze. Akkor viszont egyik pillanatról a másikra össze is költöztek. A cseppet sem hétköznapi fotósorozatot Alexa álmodta meg. Norbit ugyan egy kicsit váratlanul érte, de ez a fotókon egyáltalán nem látszik. Én még nem érzem magaménak annyira ezt az egész szituációt, próbálok belerázódni a dolgokba, és a lehető legtöbbet és a legjobbat kihozni magamból. Mostanában egyre nagyobb divat efféle fotósorozatot készíteni kedvesünkkel kedvesünknek. Mostanában én azt vettem észre, hogy a pasis csajos fotók azok jobban tetszenek az embereknek. És erre hamar rájöttek a piacvezető világmárkák képviselői is. Az erotikától duzzadó fotókkal sokkal könnyebben eladható bármi. Így lett valahogy Beckham nevéből is világmárka. Még jó, hogy fekszel. A facér hölgyek nehezebb helyzetben vannak, gondolhatnánk, de nem a szépséges Bódi Szilvi, aki tavaly pasi kereső kampányba kezdett legújabb naptár fotózásához. Például ott a távolban van egy fehér pólósrác, ő például simán küldhetne be képet, mert azért látszik messzül, hogy sportosabb testalkatú, mondjuk nem annyira magas, tehát a magasság is azért számít, azt gondolom, vagy legalábbis az arányosság, de például akár ő is küldhetne. 12 hónap és 12 izmos férfi. Bódi Szilvi betartotta ígéretét, és már tavaly belekezdett a 2012-es naptár készítésébe. Néhány ismerősöm, akik castingon kívül úgymond mint protekciósok is bekerültek ebbe a projektbe, hiszen őket ismerem régebb óta, és jóképűek, helyesek, csinosak, és gondoltam, hogy egy kicsit különlegesebbé varázsolom a naptárt. Aha, jó. Ez az. A szerencsésebb pasik ilyen közel kerülhettek Szilvihez, és ha már naptár készítés, akkor nem szabad megfeledkezni arról a díváról sem, aki, ahogy mondja, megteremtette ezt a kultuszt Magyarországon. És hogy miért is kezdte el? Ez színesíti a fotót, természetesen a jó ízlés határán belül, tehát a sokkal izgalmasabb akár férfinél, de még hölgynél is, hogyha nem látszik minden, hanem olyan misztikus, hogy a férfiak fantáziáját jobban beindítja. Ezt bizonyítja az is, hogy Tünde ezeken a fotókon hódolóival pózol. Korábban egyetlen kiszel naptáron sem szerepelt ennyire pőrén Tünde. Bár ő nem alsó nemüket reklámoz, azért azt ő is tudja, hogy egy-egy kidolgozott férfitest a saját imidzsét erősítheti. Kiemeli, kidombolítja a nőiességemet, és büszkeséggel is tölt el. Csak úgy, mint Bódi Szilvi, Tünde is alaposan szemügyre veszi azokat az urakat, akik vele együtt szerepelhetnek a fotókon majd. A feltételek pedig a következők. Legyen magas, legyen jóképű, legyen sármos, ha lehet, legyen izmos, mint például a Tommy Boy, hogy Közép-Európa legjobb felső testével rendelkezik, talán nem vagyok, nem mondok, hogy túlzás. Szóval nézzen ki jól. Ők viszont túltesznek bárkin. Bódi Szilvi legmerészebb, Kiszel Tünde legdögösebb, és Alexáék szexualitástól túlfűtött képei is eltörpülnek a világhírű költő, a néhai Faludi György és sok évtizeddel fiatalabb felesége Sikamlós fotói mellett, amiknek nem a hitves, hanem garantáltan Faludi György miatt lett sikere. Egy kérdés.